én azért jöttem, hogy válaszokat adjak, és a mellé beszélésekkel, amiket önök itt megvégkeznek, és tudom, hogy nem egy baráti közegben vagyok, de azért mégiscsak megpróbálni válaszokat adni, hogy most ekkora balfégnek, balátnak nem nézhet meg senki, hogy ezt beveszi. Tehát ekkorát hazudni most komolyan képviselő, tehát hogy nem veszi észre senki azt, hogy Tótkomós helyette Orosházán lépült fel. Nagyon egyszerű ennek a témája, ez azért érdekes téma, mert a testvéremnek van ebben a cégben tulajdonó része, és ezért most a képviselő úr megpróbálta ezt feladni. Ugyanúgy, mint egyébként más önök is, hogyha benyújtanak egy pályátot, akkor azt lepontozzák, majd ezt követően meg fogják valósítani. És én azt gondolom, hogy minden egyes orosházi ember úgy látja, hogy ez egy fölépült, működő, jól működő, és az elszámolásokat is teljesítették tökéletesen. Minden egyes tételnek, aminek meg kellett felelni, annak meg is feleltek. Hála jó Istennek, becsülettel elszámoltak. Képviselő, bocsánat, hogy megszakítom, mert ezt számot tényleg higgye el, tehát ezért megérte lejönni, hogy ezt meg tudja. Tehát arra mondjam már egy magyarázatot, hogy itt, ebben a körzetben, és a Lajos-Komáromi körzetben, hogy a felében lehet, hogy ugyanazt a három budapesti céget, bocsánat, négy budapesti céget hívták meg ajánlattételre. Tehát hogy lehet az, hogy nem a helyi orvosi KRT, de nyilván vannak itt is magánvállalkozóként működő orvosok. Tehát hogy nem erre hívták meg, hogy jött ki ugyanaz a négy cég, ami ráadásul ugyanaz a négy cég, ugyanaz a cégcsoport, akik egyébként a Mentyi Roland ügyében is, aki szintén ön mellett ült a parlamentben, ők vitték a frémet. Tehát erre mondjam már nekem azon kívül más magyarázatot, hogy ezt önök ott megbeszélik. Nem olyan bonyolult ez a történet. Csak ön gondolja azt, hogy jelen pillanatban ilyen délbékésben vagy 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a projektek megvalósultak, akkor 10 évvel ezelőtt itt voltak olyan apparátusok, olyan szakemberek, olyan specialisták, akik ezeket a munkákat el tudják végezni. De nekem ott egy állatorvos, tehát szeretném orvos. Tudom, mert tegnap ott beszéltünk, egyszer mondták, hogy ha nem kérünk számát, akkor még olcsóban is elhívja a macskát. Tehát értem, én elbeszélgettem ott az emberekkel, túl jó véleménye nincsenek önről. Különleges fantasztikus szülési program volt, különleges szakértelmények, és ezért az budapesti, és ezért ugye budapesti cégeket kellett meghívni ajánlattételre, és valamilyen, még egyszer mondom, számomra matematika szinte hihetetlen csoda alapján az ön mellett ülő Varga Gábor képviselőnek a körzetében ugyanazt a négy céget hívták meg, mint itt. Azt mondja, hogy ez egy rendkívül különleges munka volt, és ezért történhetetben. Ez rendben van, de várj, azt magyarázza, hogy akkor máshol, mert máshol is volt a szűrési vizsgálató, akkor miért nem ugyanezt a céget, négy céget? Törvénytelen volt ez? Szerintem teljesen. Csak és kizárólag szinte az ön rokonai által alapított civil szervezetek vagy cégek azok, amelyek alkalmasok ezeket a pályázatokat megvalósítani. Tehát rendben a Kodolányi Főiskola konzorciumot alakított ezzel a bizonyos alapítvánnyal. Miért pont velük? Tehát egész Békés megyében nincsen egyetlen egy másik szervezet sem. Tudja, hogy mindig ezzel a szervezettel találkozunk. Meg az ön rokonainak a cégeivel. Mégiscsak egy országos médiaelőtt fontosnak tartom, hogy megtenni választ egyetlennek. Ha ezt a kérdést feltesszünk nekem, akkor én föltenném önnek azt a kérdést, hogy és tud olyan pályázókat, akiket kiütött, és éppen elestek ettől lehetőségtől? Mert ezek a civil szervezetek, akik nem pénzt kaptak hozzá, teszem, feladatra jelentkeztek, föltették a kezüket a pályázati kiírás alapján, hogy ők el fogják végezni azt, amit a pályázat kiírója szeretett volna, majd amikor ezt elvégezték és el tudtak vele számolni mindenféle dokumentációval, vagy megkapták a pénzüket, vagy nem, vannak olyan szervezetek, amik Dél-Békésben igenis az én irányításom mellett, például amikor kistérségi elnök voltam, vagy pluszpolitikán polgármester voltam, vagy éppen a civil szervezetek, akiket én támogatok, és minden egyes orosházi szervezetet, vagy önkormányzatot támogatok. Ha ez hozzám köthető, akkor ez bátran és büszkén vállalom. Ha tud mondani egyetlen egy olyan szervezetet, akit ezért nehéz hátrányba soroltak, vagy azt tudjuk mondani, hogy egyébként ők kilettek ütve, és más nem kapott pénzt emiatt, akkor tessék mondani. Én erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy mások nem pályáztak. Ezek nem könnyű pályázatok. Ezek nem könnyű pályázatok. Azt gondolják, hogy ilyen egyszerű. Az egyik feljelentést azt ugye a Dinnye ügyben tette, a Dinnye postoltatás ügyben. Nekem ez a kedvencem, mert ezt leginkább megérte, ezt a legnehezebb egyébként elképzelni. A közbeszerzési értesítő kiír 25 millió forintnyi
dinnye és paprika kóstoltatást, amit az önök családtagjainak egyik alapítványa megnyert, aztán az önök családtagjainak másik Kft-je végezte el, elvégezt a dinnye kóstoltatást. A közbeszerzési értesítő nagyon szépen kiírja, hogy 12 alkalommal kellett dinnyét kóstoltatni, 12 alkalommal paprikát, tehát alkalommal, ami körülbelül 1 millió forintba kerül. Egyrészt, hogy ez, hogy jött ki ez a matek, és hogy van az, hogy lehet az, hogy az ön családtagjai által indított egyik szervezet megnyerte erre ezt a pénzt, és utána a másik szervezet pedig ezt megcsinálta. Egy nagyon egyszerű projekt, biztos foglalkozott vele, mert elvileg, hogy a fel is jelentette ebben az ügyben. Ez az egyik kérdésem. A másik meg, hogy adjon már egy magyarázat, hogy mi történt magával. Tehát az, hogy hogy lehet, hogy egy Port Péter egy olyan vádiratot ad be, amelyik 9,5 éve kér önre, és letörtendőt, olyat, amikor még felezni se lehet, tehát 9,5 éve letörtendőt, nem is sima börtönben, de tehát mi történt magával, tehát van ennek valami ellensége, vagy pedig ez a ügyész ez hülye, vagy mi ennek a magyarázata? Tehát önben, az ön fejében mi van erre magyarázat? Ez a két kérdésem, és utána esküszöm, hogy nem... Utána az előbb is több kérdésre lehetőség. Köszönöm szépen a felvetést és a lehetőség is arra, hogy el is válaszolhatok. Az első a dinnyekóstoltatás témája. Én a Dinnye Szövetség elnöke voltam abban az időszakban, amikor a dinnyések nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, és állítom, hogy abban az időszakban, annak köszönhetően, amit a munkát is végeztem meg, és egyházban és környékén, a polgármesterekkel, termelőkkel és a szakemberekkel, annak köszönhetően a dinnyések láthatottak állni, majd amikor már nem volt már elegedő idő, onnantól kezdve már ezek mind elmaradtak, de többek között hozzátartoztak a dinnyekóstoltatások, a marketingek, ezeket Budapesten kellett megtartani, ezeket nagyobb fesztiválokon kellett megtartani, ezeket Dunántúlon kellett megtartani, be voltak a szakemberek, rengeteg szóróanyag, külföldi és belföldi promóciók voltak, és ezt el tudtuk érni, hála jó Istennek, hogy a dinnyések 2-3 évig utána tudtak termelni, haszonnal tudtak termelni, és nem veszteséggel tudtak termelni, bárcsak továbbiakban is ez így menne. Ebbe természetesen feljelentést tettem ön ellen, mert olyan hazugságokat állított, amivel nem tehettem már. Legyen már egy polgáriba is, és akkor lezzel. Köszönöm, megtette, föl is írtam, hogy megtette. De én azért megkockáztam, hogy provokálni jött, és azt fogja arra próbál játszani, hogy a bíróságon ne kelljen neki tanúskodni, mert a bíróságon viszont tanúként köti az igazmondási kötelezettség. Itt ma önöknek azt hazudott, amit akart. Hogy miért küldtem ezt idáig 2-3 éven keresztül? Nekem azt mondták, hogy majd a nyomozó hatóság ki fogja ezt vizsgálni. Én önként mondtam le a mentelmi jogomra, mert azt gondolom, hogy a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Önök összejátszottak egy csomó olyan szervel, médiával, amivel hamarabb jutottak információhoz, ezen kívül a visszaéltek adatokkal. Én ezt le is írtam, át is fogok adni önnek egyből egy dolgot, és ebből magyarázat kaphat a kérdésére is, hogy hogy juthattunk meg idáig. Ezért képviselő úr elindított egy ilyen folyamatot, az a neve ennek a folyamatnak, hogy korrupcióinfo.hu. Én a mai napon elindítottam egy olyan riportált, amire szívesen invitálom a médiát, önöket, mindenkinek adok szórólapot. Az a neve, hogy mit érdemel az a bűnös, aki más hamisan vádol. Az első kérdés, most mit érdemel az a bűnös, aki magyar emberek adataival üzletel, esetleg kettős ügynökként információt ad és kap, bármilyen... Én fölteszem ki, és majd megválaszolják az ember. Mit érdemel az a bűnös, aki nem ad magyarázatot arra, hogy miért juttatta külföldre magyar emberek adatait, uram, bocsán, más országok szolgálatait ezáltal segítve? Mit érdemel az a bűnös, aki családra aljas módon a halálba harcolta idős beteg szomszédját? Mit érdemel az a bűnös, aki képes embertársait úgy lenullázni, kizsigerelni, megalázni, mint a rabszolgatartók, csicskáztatók és a cinkosaik, itt van az egyik ember. Kezet foghatnak, mikor kimennek öleik meg egymást, és talán meg is buszolhatják. Őt igen. Ezt rám mondta az először? Kérdezem, őre gondoltam. Tehát nem rám gondoltam. Hogy fogja meg kezet a szót? De nem, te bocsánat, aztán előző mondat ezt a mit érdemelt, ezt rám mondta. Akkor felolvasom még egyszer. Mit érdemel az a bűnös, aki képes embertársát úgy lenullázni, kizsigerelni, megalázni,
mint a rabszolgatartók, csicskáztatók és annak cinkosai. Önre gondoltam. Itt van egy másik barátja, ővel a kezet fogadva. Ezt önök el akarják gáncsolni, megértem. Most önök valakinek a lobbista, egy háttérhatalomnak, gazdasági, politikai háttérhatalomnak. Melyik? Bármilyen is van. Hadd tegyek fel egyetlen egy kérdést, mert ha már ez nagyon fontos meg. Ugye a vádiratban van egy olyan, hogy a vádiratban el egy olyan, hogy több alkalommal sikeresen jogszabálymódosítást ért el. Mire gondolhatod? Úgy tudom, hogy kapott rá választ. Mire gondolhatod? Én úgy tudom, hogy kapott rá választ. Nem kapta semmi. Az ügyészség azt mondta, hogy nem törvénymódosítás, hanem jogszabálymódosítás. Ugye nem tudta, az EU-tagot nem tudta, hogy micsoda a törvény meg a jogszabály között van különbség. A jogszabály egy kormányrendelet is lehet, hogy miniszter. Majd elolvassam. Tehát ön tudja azt, hogy mire gondoltak, milyen jogszabályt módosított, vagy érted? Én úgy tudom, hogy kapott rá választ, hogy segít. Nem. Azt mondta az ügyész, hogy nem törvény, hanem jogszabály. Tehát az ügyészség azt mondta, hogy törvénymódosítást ön nem intézette. A jogszabály, tehát ön benne van a törvényhozásban, képviselő, tudni kell, hogy a törvényt azt a parlament hozza, de jogszabály lehet egy kormányrendelet, vagy egy miniszteri rendelet, erről szól. Kérdezett valamit, válaszol? Úgy értem el, és annyi hatáson volt rá a törvénymódosítást és törvényhatással, a jogszabályalkotásokra is, mint amekkora hatása önnek. Az a különbség, hogy ön naponta felszólal a tízszer a parlamentbe, és még idáig egy darab militer járdát sem tudott felmutatni az itt jelenlévő jó emberrel, aki háromszor bukott, meg háromszor mondták az emberek, hogy nincsen helye, és nem kérnek belőle. Ehhez képest, mi azért néhány dolgot fel tudom mutatni, de hogyha kíváncsi rá, akkor tudom adni a kimutatást, ami, sőt, arra is szeretném emlékeztetni képviselő urat, a jobbikos képviselőt, hogy én elsőként a kalendulatervegynél behívtam önt, és megkérdeztem arról, hogy van-e elképzelése bármilyen fejlesztésre. Ott számolt be arra, hogy 666, ez egy kutcsaszám, vagy én arra gondolom, hogy ott számolt be, hogy ön nem titkolja, hogy bűnöző múlta a rendelkezik? Nem titkozom, nem titkolok én semmit. És arra, hogy igazából nem tesz azért a térségét semmit, csak gazdagodni kíván, arra gondolom? Nem, arra gondolok, amikor én oda leültem a hajóhoz. Többen voltak, és igen, a kölgyögölcsöt kapott, hogy szorongva mellettem ül, azt mondta. Hogy én szorongok, vagy ön szorongok? Igen, de ön szorongok, hogy ilyen emberek mellett, azt mondta, hogy ennek nincsen iskolai végzettsége, stb. Igen, ez tény, és ezt én nem tagadom. És azóta is várul, hogy ebből a tervből mi fog megvalósulni. Azt tudom, már az a járda, az ehhez képest most megkisítette azt az egy métert. Jó, erdőben személyesen fogom, köszönöm szépen.